Roni, be. Oké. Köszönöm szépen az előzetes tapsot is. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Én hiszem, hogy boldogságra, jólétre, tanulásra, megtapasztalására, fejlődésre, az önmagunk meghaladására születtünk ide a Földre. Most van itt a mi időnk. Most van itt a mi lehetőségünk. Ne rontsuk el. Ne rontsuk el. Hozzuk ki belőle a legtöbbet, mert ugyanis betegség esetén borul minden. Én azt is hiszem, hogy mindnyájunknak az a legfőbb célja, hogy egészségesek legyünk. Hogy az egészségünk gördülékenyen működjön, az egészség kereke akadálytalanul gördüljön. A háromszorosan nagy Hermész, Hermész Trismegistos már az ókorban is kinyilvánította, sőt, a tabula smaragdina, a smaragd táblájának a második mondatában is ezek a szavak állnak, amint fönt, úgy, mint lent, amint kint, úgy, mint bent, ami nagyban, úgy, mint kicsiben. De mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a külső környezetünk határozza meg a belső környezetünket. Pontosabban a külső környezetünk ingereire adott válaszreakcióink határozzák meg az élet kimenetelünket, az egészségünket és a betegségeinket. De erről szól a mai epigenetikai tudomány is, akinek egyik jeles képviselője szerint, dr. Bruce H. Lipton szerint maximum átlagosan csak 10%-ban hozzuk őseinktől születésünkkor a betegségeinket. A másik 90% az rajtunk múlik, mert azok csak minták és lehetőségek. Bruce azt is állítja, hogy nem vagyunk a genetikánk áldozatai. Sőt, ha előre megfontolt szándékkal tudatosan kezeljük ezeket a káros környezeti hatásokat, jó válaszreakciókat adunk rá, akkor a genetikánk mesterévé válhatunk. Az a jó hírem mindnyájuk számára, hogy ez tanulható. De nézzünk bármerre, nézzünk távcsőbe, és lássuk a csillagokat. Vagy nézzünk mikroszkópba, és lássuk a sejtet, az atomot. Mindenhol ugyanazt találjuk, rezgést. Ami minket körbevesz, és ami bennünk van, az is rezgés. A rezgések a rajtuk utazó információval együtt folyamatosan kölcsönhatásban vannak egymással. Így ebben a mikro és makro környezetben élünk mi emberek. Ezért van az, hogy egészségünket károsíthatják egyes földsugárzások, azok is. Egyes környezeti hatások. Sőt, ezért van az, hogy a genetikánk mestereivé válhatunk azáltal, ahogy reagálunk ezekre. Ezért van az, hogy mi teremtjük a holnapunkat. Ma van a tegnap holnapja. Ezért tudunk öngyógyítással gyógyulni. Rengeteg környezeti hatás vesz minket körbe, számtalan, sőt végtelen számú. Úgy is mondhatjuk, hogy állandóan zaklatnak minket, vagy állandóan kopogtatnak lényünk ajtaján. Ha tetszik, ha nem, itt vannak velünk. Erre akarattal vagy akaratunktól függetlenül, de folyamatosan reagál a szervezetünk. Ez egy óriási nagy energoinformatikai rendszer, amelynek egy egész pici porszemnyi eleme vagyunk mi emberek. Ezért nagyon nem mindegy, hogy a pici porszem ehhez a nagy egészhez hogy viszonyul. Ellenállunk, küzdünk vele szembe, amíg el nem fáradunk. Vagy, mint egy hullámlovas, ráülünk a frekvenciájára, és élvezzük, hogy visz minket. Megpróbáljuk a saját javunkra fordítani az energiáit. Én ez utóbbit javaslom, mert az előbbiek megbetegítenek minket. Az egészség kereke, az öngyógyító kézikönyve a végtelen számú környezeti hatás közül három csoportot alkot, komplex rendszerbe foglalja őket,
és azt a 28-at emeli ki, amelyikre a leggyakrabban negatív rezgésbe taszító, megbetegítés irányába mutató választ ad a szervezetünk. A könyvnek az a célja, hogy segítséget nyújtson ezen környezeti hatások felismerésében és kezelésében, megoldásában azért, hogy a genetikánk mesterévé válhassunk. Ugyanis, ha ezt nem tesszük meg, akkor jön a betegség. És akkor nyilván elpanaszolhatjuk, hogy ilyen meg olyan betegségem van, ezt természetesen a szüleimtől örököltem. De itt álljunk meg egy pillanatra. Ezt az előbbiek hallatán tudjuk, hogy 90%-ban nem igaz. Ugyanis a rossz válaszreakciók, amiket a környezet hatására adunk, az indítja be a negatív mintáinkat, az indítja be az önsorsrontó programjainkat, és ez okozza a betegséget. Hogy mi lenne itt, ha ki lenne vetítve? Ezek a három csoport, amit felsoroltunk, a könyv, amiről szól, három csoportba kategorizálta a környezeti hatásokat. Az egyik, azok olyan óriási nagy sziklánként állják el az egészségünkhöz vezető utat, amelyek megoldása nélkül nincsen egészségmegőrzés, és nincsen tartós gyógyulás sem. Ezek a földsugárzások, entitások, elektroszmog, és mondjuk az étkezés. A következő csoportba tartoznak azok a közepes méretű feladatok, amelyek közé tartozik például a negatív érzelmek hatása. 12-t soroltunk fel ide is, illetve a harmadik csoportba tartozik, amitől még mindig kellemetlen az egészség kerekének a folyamatos haladása, ettől még csak lötyög. Ide tartoznak például az élettér betegítők. És ha szerencsénk van, akkor a következő nincs. Jó. Ezekből egy-egy példát szeretnék itt felhozni. Az első csoportban, amitől az egészség kereke akad, tartoznak a földsugárzások negatív hatásai. Ezt a szakma geopatikus stressznek nevezi, ugye ez nem hangzik valami jól. Ezek olyan fizikai jelenségek, amelyek nem közvetlen a háromdimenziós fizikai testünkre fejtik ki hatásukat, hanem egy magasabb minőségünkre, az energiatestünkre, mondjuk ki az auránkra fejtik ki a hatásait. Ó, működik. Energiát vonnak el, elsavasítják szervezetünket, megszüntetik szabad elektronjainkat, az auránkat gyengítik, kiukasztják, emiatt az immunrendszerünk is ott meggyengül. Ez azért következik be, mert ha a földsugárzás felett tartózkodunk napi szinten, fix helyen, 3-4-5 órát, és ezt tartósan éveken keresztül tesszük, akkor ezekre számíthatunk. Éppen ezért kiemelnék veszélyes helyeket, ilyen a hálószoba, nappali, dolgozó, iroda, bölcsőde, óvoda, iskola, stb., akár a kis csecsemőnknek a mikrokörnyezete, a kis ágya, ahol ő nagyon sok időt tölt napi szinten. Egyébként, ha valakit ez a téma bővebben érdekel, ajánlom figyelmébe Betegségeinket kiváltó okok című könyvemet, részletesen írok benne. A földsugárzások viszonylag könnyen beazonosíthatók, de csak azok számára, akik elsajátították ennek a mérési tudományát. Viszonylag könnyen megszüntethetők, az a lényeg, hogyha nem tartózkodunk bennük, akkor nem számíthatunk ezekre a hatásokra. Némi bútortologatással egyik-másik megoldható, vannak magasabb minőségű technikák is, ez is benne van a könyvben. A második csoportba tartozik a 12-ből az egyik, a negatív érzelmek. Ez egy tipikus rossz válaszreakció. Bizonyára mindegyikünk tapasztalt már meg ilyet, én többször is az iskolába,
hogy a tanítónéni, vagy esetleg otthon a szülők azt mondták, hogy szégyen magad, kisfiam. Ezzel csinyán kell bánni, mert a szégyen az a negatív érzelmek legalja. A negatív érzelmek megbetegítenek minket. De ide tartozik a depresszió, gyűlölet, félelem, és így tovább. Itt a jobb alsó sarokban lévő táblázatot a Tudatos Táplálkozás Rezgés Szótára című könyvünkből emeltem ki. Itt láthatók a negatív érzelmi rezgések és a pozitív érzelmi rezgések táblázatos formában. A pozitív érzelmi rezgéseket vegyük ketté. Abban az esetben, ha azt állítjuk, hogy egészségesek vagyunk, akkor nyilván az a célunk, hogy ezt fenntartsuk. Az egészség fenntartáshoz elegendő a csak pozitív rezgés. Gondoljunk bele egy vitatkozásba, ezt kerüljük el. Fogadjuk el a másiknak a hülyeségét, fogadjuk el a másik viselkedését, de nem kell azonosulnunk vele. Ha viszont valamilyen betegségből meg szeretnénk gyógyulni, akkor nem elég az alacsony szintű pozitív rezgés, akkor egy nagyon magas pozitív frekvenciába kell tartózkodnunk. Ez a szeretet, boldogság, lehetőség, erő, béke. Az öngyógyítóknak arra kell törekedni, hogy minél több időt napi szinten is ilyen magas rezgésbe tartózkodjanak. Ugyanis az öngyógyításnak az a célja, és ennek az egész összefoglaló rendszernek, hogy a gyógyulással eltelt időt lerövidítsük. Olyan röviddé tegyük, amennyire csak lehet. A harmadik csoportba tartoznak az élettérbetegítők. Minden térnek, formának, színnek, tárgynak van egy energetikai jellemzője. Ezek energoinformatikai rendszert képeznek. Folyamatosan hatnak egymásra, és azokra, akik ebbe benne tartózkodnak. Tehát mi ránk, mert mi hozzuk létre az élettereinket. Ezek nyilván lehetnek ránk nézve, pozitívak vagy negatívak. Ilyen élettérbetegítők lehetnek elsősorban az épületek kedvezőtlen tájolása, vagy a helységek, a funkciók, amelyek ezekben az épületekben elhelyezésre kerülnek. És néhányat még itt felsorolnék, képzeljük el, hogy a sarkok, élek, szögletek. Az is rezgés, az is energoinformáció. Tárgyak, színek, formák, káros építőanyagok, ionizáló sugárzás, csak néhányat említek fel. Illetve a kényelmi funkciók, az üzemeltetés káros hatásai. Padlófűtés, falfűtés, hűtés, mennyezethűtés, fűtés, kilométernyi áramvezetékek a falban, vezeték nélküli otthoni rendszerek, falon kívüli vezeték nélküli rendszerek. Ez mind-mind ide tartozik. Ezzel a témával foglalkozik tulajdonképpen az egészséges élettér építészete. Valamint még ehhez tartozik a földsugárzások, az entitások és az elektroszmog kérdés megoldása. Engedjenek meg egy saját példát. Van egy 5 hónapos kisunokánk, a gyerekekkel együtt, meg a kisunokánkkal együtt természetesen, hogy ők is egészséges élettérben élnek. Nem sír a kisbaba éjszaka, nem sír a kisbaba nappal, nem fáj a kisbabának a hasa. Köszöni szépen, jól van, boldog, vidám, energikus. Jó, zárójelben megjegyzem, hogy az anyuka pedig az egészséges táplálkozás, a rezgésszótár szerinti táplálkozást folytatja. Említést kell tennünk arról, hogy ha nem trauma okozza a betegséget, akkor annak kialakulásához időre van szükség. Tehát nem úgy van, hogy egyből szívinfarktust kapunk, hanem annak valami előzménye van. És a gyógyuláshoz is időre van szükség. Nem varázsütésre történik meg.
ahhoz, hogy ez a gyógyulás rövidebb legyen, mint a betegséggel kialakult idő, sőt a lehető legrövidebb, nyugodtan vegyünk igénybe öngyógyítás segítő szupergyorsítókat. Ezek lehetnek gyógyszerek, vitaminok, táplálékkiegészítők, szuperélelmiszerek, kozmetikumok és így tovább. Az a lényeg, hogy a csak biokémiai anyagokat tartalmazó szerek, amit magunkhoz veszünk, azok csak és kizárólag a fizikai testünkre hatnak. A pozitív érzelmi rezgések viszont az érzelmeinkre és a lelkünkre gyógyítóan hatnak. A kereskedelmi forgalomban léteznek olyan szuper termékek, amelyek ezt a két dolgot ötvözik. Kettő az egyben. Tartalmaznak a hatóanyagon kívül nagyon magas pozitív érzelmi rezgéseket is. Ezekkel, hogy képezzék az igazi öngyógyító kelléktárát, hiszen ettől tudjuk nagyon lerövidíteni a gyógyulás időtartamát. Egyébként a könyvben szerepel néhány ilyen szuper készítmény, amit egészségfrekvenciás készítménynek nevezünk, és az a jó hírem, hogy úgy láttam, hogy itt a kiállítói standokon némelyik belőlük meg is vásárolható. Ezek egyszerre fejtik ki jótékony hatásukat a teremtett lényünkre, a testünkre, szellemünkre és a lelkünkre. De kinek szól végül is ez a könyv? Azoknak szól, akik a kezükbe akarják venni a sorsuk és az egészségük irányítását. Azoknak szól, akik hisznek az orvostudományban, a természetgyógyászatban, de leginkább saját magukban. A saját maguk megérzéseiben, intuícióiban, mert az fejleszthető. Azoknak ajánlom, akik a genetikájuk mesterévé akarnak válni. Azoknak ajánlom, akik le akarják rövidíteni a gyógyulás időtartamát. Vegyük végre kezünkbe a sorsunk irányítását, és ne üljünk fel mindenféle mondásnak, hogy tudatlan élni mi gyönyörteli. Nem. Tanuljunk, képezzük magunkat, és cseréljük le a következőre. Boldogan élni mi gyönyörteli. Azt kívánom mindjájunknak, hogy éljünk 100 évig egészségesen. És ehhez nyújtanak segítséget képzéseink a tematikus workshopok, amelyek a 6. érzék képzésünkön elsajátítható az érzelmi rezgések mérése. A vonzástörvények képzés abban segít, hogy bármit meg tudjunk teremteni magunknak. A Ne fáradj el estére képzésünk az egy energetikai rendszer karbantartás. Például foglalkozunk az energiavámpírokkal, egyik kedvenc témám. Gyógyulj fénysebességgel. Itt az a célunk, hogy a gyógyulás a lehető leghamarabb megtörténjen. A tudatos táplálkozás nőknek és férfiaknak arról szól, hogy hogyan kerüljük el az étkezéssel a mérgeket, vegyi anyagokat, és hogyan emeljük szervezetünket a gyógyítás rezgésébe. A radiesztéziai képzésünk, hát az egy csoda, egy olyan fantasztikus energoinformatikai világ ajtaja nyílik ki azok számára, akik itt belépnek, aminek az érzését én nem tudom átadni, ezt meg kell tapasztalniuk. Ha valamelyik képzésünk felkeltette az érdeklődésüket, kérem, keressék fel honlapunkat, ezen bővebb információt kapnak. És mielőtt elköszönnék, a jó hírem az, egy meglepetés, hogy mi is hoztunk magunkkal ilyen szuper gyorsító terméket, egészségfrekvenciás, pozitív rezgésű terméket, egy CD vitamint, amelyik a hatóanyagon túl nagyon magas rezgésű szeretet és boldogság frekvenciát tartalmaz. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Köszönjük.